Gyorsan gyűlt a zöld hulladék a Szlovlik kerttelepen. A kerttulajdonosok éltek a városi hivatal által felkínált lehetőséggel, miszerint március 20-án egy órán keresztül nagyméretű konténerbe dobhatták a kertekben összegyűlt zöld hulladékot. Antal István és Egri István is több mindent helyezett el a konténerben. Ezeket a tojákat megrövidítem, vagy megcsorbítom, akkor a szőlővenyigéket, és ilyen, vagy pedig a rózsáknak, meg aztán, amikor vannak itt előtt a száraz növények, azokat már elkészítettem, és összegyűlt nekem így a ládákba, és aztán megvártam, hogy mikor lesz értesítés. Most azt kivittem ide, azelőtt meg, amit összegyűlt, azt kivittem a gyűjtőudvarba. Korábban a konténer állandó jelleggel a kerteknél volt, azonban nem csak zöld hulladék került bele, hanem illetéktelen személyek más típusú szeméttel is telerakták, mégpedig olyannal, aminek semmi keresni valója nem lett volna ott. Ezek a maszekúrak, akik kihulladtak, elmentek dolgozni Pozsonyba, ide-oda, hazahozták és telirakta a konténert. Volt olyan nap, hogy idehozták reggel konténer, este meg volt terve hulladéka, építkezési hulladéka, amit nem a kiskertükbe termeltek. A Zöldfa utcai és a Pozsonyi úti kiskerttelepen ugyanúgy adott volt a lehetőség, hogy a kertészkedők ezen a napon elhelyezzék a zöld hulladékot a konténerben. A Városi Hivatal műszaki osztályának tájékoztatása szerint a járványhelyzet, valamint az időjárás függvényében előreláthatólag másfél-két hónap múlva lesz újra konténer. Az időpontról értesítik a kert tulajdonosokat. A zöld hulladékot nyitvatartási időben a municipál Pozsonyi úti telephelyére is ki lehet vinni.